Köszöntöm a Tisza Televízió nézőit, önök Látóhatár című magyar nyelvű magazin műsorunkat látják Ungváról. Mai adásunk tartalmából röviden. Ukrajna. A válság békés rendeződését szorgalmazza az Európai Unió. Elismerés. A kárpátaljai magyarságért végzett áldozatos munkájáért kapott kitüntetést Bacskai József. Pszichiátria. Több mint 1 millió ember küzd a betegséggel az országban. Mai adásunkban az elmúlt hónapok forradalmi eseményeit összegezzük Ugrin Györggyel, a kárpátaljai autós tüntetések koordinátorával. Ennyit előjáróban, most pedig következzenek a részletek. Köszönetet mondott Lemberg megye kormányzó helyettese és polgármestere az ukrán válságban játszott eddigi szerepéért Magyarországnak és a visegrádi négyek többi országának. Bájer Mihály Magyarország kievi nagykövete a találkozón elmondta, hogy Budapest támogatja az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás mielőbbi aláírását és a vízummentességet, valamint bízik abban, hogy Kiev mielőbb teljesíteni fogja az ehhez szükséges feltételeket. Több ezer ember vonult vasárnap utcára Lemberg belvárosában. A Krím-félsziget orosz megszállása ellen tiltakoztak. A nyugat-ukrán metropolisz főterén mécsesek százai égnek. Az emberek sírnak, a Majdanon elhunyt mártírokra emlékeznek. Elítélik az orosz agressziót. Ott, ahol az oroszok betedik a lábukat, ott már nehezen fognak onnintről kimenni. Egyetlen egy reményünk abban van, hogy talán az Európai Unió, Amerika valamiképpen tudhatni politikai szinten, külpolitikai szinten az eseményekre. És még mindig olyan stádiumban vannak az események, amikor vissza lehet fordítani, hiszen hivatalosan orosz oldalról nem történt semmi se. Ez pedig már a lembergi városháza. Andrij Szadovij volt az első ukrán polgármester, aki bejelentette, hogy a forradalmat támogatja. Az utóbbi napokban már többször küldött videóüzenetet az ukrajnai kisebbségeknek, hogy mindenben támogatja azok nyelvi és önrendelkezési jogait. Szadovij, aki az utóbbi 3 hónapban Ukrajna egyik leghíresebb közszereplőjévé avanzsált, köszönetet mondott a V4-ek közbenjárásáért. Minden lembergi meg van döbbenve a külső beavatkozáson, az agresszión, amikor a Krímen orosz katonák vannak. Nagyon fontos, hogy az EU államainak és a világ vezetésének közös álláspontja abban, hogy ne engedjék meg az agressziót az ukrán földön. Mi tiszteljük a nemzetközi közösséget, és szeretném kiemelni, hogy minden nemzeti kisebbséget, nyelvet, vallást tisztel. Reméljük, hogy a világ helyre rakja az agresszort. Megerősítem, hogy Lemberg városa normálisan működik. Persze az emberek aggódnak és készek megvédeni az ország területi egységét. Bájer Mihály Magyarország kievi nagykövete elmondta, hogy Budapest támogatja az EU és Ukrajna közötti vízummentességet, és bízik benne, hogy Kijev mielőbb teljesíteni fogja az ehhez szükséges feltételeket. Beszéltünk azokról a fontos dolgokról, amelyek az Európai Unió és Ukrajna kapcsolataiban megoldandóak, beleértve a társulási megállapodás aláírását, a vízumliberalizációs kérdéseknek a rendezését. Stábunk találkozott Lemberg megye kormányzó helyettesével, aki nem sokára a Belügyminisztérium gazdasági bűncselekmények elleni főosztályának vezetője lesz. A politikus megköszönte Magyarország közbenjárását a válság megoldásában. Szeretném megköszönni minden magyarnak, a diplomáciának és a magyar médiának, hogy segít az ukránokon. Lehetőségük szerint mindent megtesznek azért, hogy egységes ország maradjunk. A Kárpátaljáról elterjedt híresztelések miszerint általános mozgósítást rendeltek el, a hivatalos források megerősítése szerint alaptalanok. A Kárpátaljai megyei hadkiegészítő parancsnokság helyettes parancsnoka bejelentette, nem terveznek általános mozgósítást Kárpátalján, a hadsereg csak önkéntesek jelentkezését várja. Hónapokig tartó tüntetések és komoly összecsapások után Ukrajnában győzött a forradalom. Bár szakértők szerint jelenleg csak a forradalom első szakasza zárult le, hiszen az új hatalom kiépítése és a stabilitás megteremtése még folyamatban van. Közben a Krím-félszigeten robbanásig feszült a helyzet, az orosz fegyveresek továbbra is blokkád alatt tartják az ukrán katonai bázisokat. Az elmúlt hónapok eseményeit idézzük fel és elemezzük stúdió vendégünkkel, Ugrin Györggyel, a kárpátaljai autós tüntetés koordinátorával. Jó napot kívánok, köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket. Kezdjük az elején.
Mi az, hogy autós tüntetés? Mit jelent ez tulajdonképpen? Mert tudjuk, hogy Kijevben volt ilyen, de Kárpátalján milyen formában működött? Végülis Kijevbe jött létre, spontánul. Az emberek látták azt, hogy tüntetni csak egy téren nem annyira effektív, és lehet autókkal például blokkolni az utcákat, mobilan, gyorsan eljutni valahova. És ez így mit jelent az pontosan, hogy blokkolni az utcákat? Ezt magyarázzál. Ez a tüntetésnek egyik formája. Például amikor jöttek a buszok a Berkuttal, az emberek elzárták az útjukat. Hány autóból állt, és kik kapcsolódtak ebbe be? Kijevbe voltak olyan tüntetések, ahol több mint 3000 autó volt. És ezek annyira jól voltak koordinálva, hogy képzeljék el, hogy ez a 3000 autó hátra menve normálisan ment, és nem volt semmi baleset. Hogy érti, hogy hátra ment? Leblokkolták egyszer az utat, és meg kellett fordulniuk. Uh-huh. Szépen 15 perc alatt ez a 3000 autó megfordult. Hogy sikerült az autósokat beszervezni, tehát hogyan történt ez pontosan, meséljen? Végül is itt nem volt olyan, hogy szervezés, azért mert az emberek készek voltak, mindig készek voltak segítségre, és akinek volt autója, azok jöttek egyedül. Jöttek egyedül, és segítőkészek voltak mindig. Nem volt az, hogy összeszedtük az embereket, vagy eleve úgy történtek a dolgok, hogy senki senkit nem kényszerített. Nyilvánvaló. De az mondjuk ezek taxisok egyedül voltak, vagy magán gépkocsi vezetők? Ungváron a taxisok is például bekapcsolódtak a dologba. Felrakták az ászlókat, raktak szallagokat, sokan hoztak ételt, például amikor ment a tüntetés a téren. De többségük emberek voltak különböző, abszolút különböző emberek, akik tudták, hogy van kocsiuk, és segítőkészek voltak. Sikeres volt ez az akció, hogy gondolják? Ez az akció nagyon sikeres volt, azért mert elsősorban az emberek látták, hogy valami történik. Voltak olyanok, akik mondták, hogy képzeljétek el, hogy a mi falvankba, és eljöttek az emberek, hogy ez nálunk volt. A 8. világcsoda eljött hozzánk. Mert miért? Sose hitték volna, hogy őket is érinti ez az egész. És milyen formán érintette, hogy érzi? Hát az emberek hittek abba, hogy lesz változás. Jó, erre még egy kicsit kitérünk, csak haladjunk sorrendben. Ugye belülről nézték az eseményeket, többségük az embereknek csak televízióban tudta figyelemmel kísérni, hogy mik is történnek, milyen dolgok az országban. Ön szerint hogyan formálódott mozgalommá a Janukovics ellenes tüntetés, illetve tüntetések, hiszen először ugye csak a diákok vonultak ki az utcára, és utána formálódott óriási tömegét, több százezres tömegét. Azt érteni kell, hogy ilyenkor a diákok az a csoport, korosztály, amelyik a leggyorsabban reagál ezekre a dolgokra. És itt egy nagyon nagy része volt végül is a médiának, az internetnek. Mert már sokan mondják azt, hogy végül is ez egy internet forradalom volt. Mivel megjelentek az emberek, akik élőben közvetítették ezeket a dolgokat. És lassacskán az emberek elkezdték szervezni magukat. Végül is nagyon sokat segített az internet. A helyzet az, hogy annyira rossz volt minden, hogy nem kellett kétszer magyarázni, hogy miért történnek ezek a dolgok. Mert mint úgy érte, hogy az ország helyzete. Igen. Mindig az volt, amit mi egyébként láthattunk, vagy a kedves nézők láthattak a televízióból, hogy mindig megvolt ez a nagy összefogás, és egy szóra indultak és mentek az emberek, vagy voltak szakadások is olykor-olykor, hiszen hogy elég sok időről van szó, elég sokáig voltak az utcákon, a tereken az emberek, hideg időszakokat is megértek ott, tehát gondolom, hogy nem mindig volt olyan egyszerű ösztönözni őket, hogy ma is ki kell menni, holnap is, és azután is a térre. Voltak fellendülések, voltak nyugodtabb napok, hetek voltak nyugodtabbak, de annyira zseniálisan csinálta ezt az egészet az állam, Janukovics részéről, hogy ők mindig beleöntöttek egy kis olajat a tűzbe. Tehát, hogy minden nap volt valami, amiért mindig kimenjenek? Mindig volt, folyamatosan például volt valami. Hát, mikor kezdődött az egész, nem írták alá az uniós szerződést, igen. Aztán már csendült a helyzet, igen. Akkor összeverték a diákokat.
akkor végül is a legnagyobb tüntetés jött létre, nem csak Kijevben, hanem Ukrajna szerte. Még a keleti régiókban is nekünk ezt nem mutatták, de nagyon sok ember gyűlt ott is össze. Kapcsolatban voltak-e a más városokban a tüntetések? Folyamatosan. Voltak olyan dolgok, amiket koordináltunk együtt, úgyhogy... Mi volt ez... az? Milyen dolgot kellett közösen koordinálni? Na, hogy... például a gyógyszer, a ruhaszállítás Kijevbe. Igen. Ezeket sokszor volt olyan, meg az embereknek a... nem a szállítását, hanem az emberek Kijevbe jutását. Volt olyan, hogy nem volt jegy például, és tudtuk, hogy Lembergből mennek a buszok és viszik az embereket. Akkor itt összegyűltek az autósok, elvitték Lembergbe az embereket, ott felkapták őket és vitték már Kijevbe. Melyek azok a szervezetek, ahogyan látta belülről ezt az egészet, amelyek meghatározó szerepet játszottak a forradalom ideje alatt, a tüntetések alatt úgymond? Az én saját véleményem az, hogy itt nem annyira a szervezetek játszottak, hanem az, hogy az emberek civilizáltabbak lettek. De konkrétan, emberek... hogyha mondjuk egy párat fel tudna sorolni, nézd szerint. Ugyanaz az Automajdán. Ez egy nagyon komoly szervezetben nőtt át, és én gondolom, hogy ennek lesz jövője is ennek a szervezetnek. A Jobbik szektor, a népi önvédelem, a politikai pártok is részt vettek sok dologban, de azért én úgy látom a helyzetet, hogy végül is ez népfelkelés volt. És itt nem valaki valakit vitt, hanem a nép vitte ezeket a politikusokat, és mutatta nekik az utat, hogy mit, hogy kéne csinálni. Hát ugye sokáig úgy volt, hogy ugye az ellenzék indította, illetve koordinálja ezeket a dolgokat, és ugye ez megmaradt valahol a köztudatban. Ön szerint ez nem így volt? Itt nem lehet azt mondani, hogy ez 100%-osan nem történt meg. De azért, ha megnézzük az eseményeket, akkor látjuk, hogy azért sokszor a Majdán diktálta az ellenzéknek azokat a feltételeket, amiket végül is teljesíteni kell. Ha most megfigyeljük a dolgokat, most is így megy tovább. Azért, mert már vannak kérdések, hogy valami nem tisztán megy, és a nép nem hagyta abba ezt a forradalmat. Ezeket be kellett jelenteni előre? Ugye az autós tüntetés? Hivatalos bejelentés nem volt, csak ilyen végül is telefonon, vagy eljöttek, amikor szervezkedtünk. Folyamatosan figyeltek minket, láttuk az autókat. Na, belbiztonság, de végül is ez az ő munkájuk, úgyhogy semmilyen konfliktus nem volt. Honnan tudták, hogy kik ők? Hát annyira durván csinálták a dolgokat, hogy meg ugye amikor megyünk és harmadszor ugyanaz a kocsi áll. Tehát megfigyelték önöket, igen, magyarán? Igen. Ugye a tüntetések során sebesültekről, halottakról is érkeztek folyamatosan hírek Kijevből. Voltak-e köztük kárpátaljaiak? Tudnak-e olyanról? Amennyire tudom, nem. Sebesültek vannak kárpátaljaiak, de halottak nem. Hogyan gondolja, sikerült elérni a kitűzött célt, amiért kivonultak nem, a utcára? Nem értük el ezt a célt, ez csak egy kis lépés a cél eléréséhez, azért mert most az embereknek meg kell változniuk önmaguknak. Megváltozni a hozzáállásukat a dolgokhoz, azt, hogy mit, hogy csinálnak. Az Janukovics, ez csak egy kis lépés volt. Tehát a Janukovics kormány megdöntése, igen, mondja, az igen, egy kis lépés, igen, volt. Mi lesz most, tovább? Na, most, ha megfigyeljük azokat a dolgokat, amik történnek, végül csak egy ilyen képcsere történik. A funkció még nem változott meg. Úgyhogy itt nagyon sok munka van még, és én gondolom, ez évekig fog tartani. Jó, csak most az a kérdés, hogy potenciálisan tud-e a nép, ahogy ön mondja, egy olyan embert kiállítani az ország élére, aki úgy tudja majd irányítani, ahogy azok az emberek, akik kimentek az utcára és ott tüntettek, ahogy ők szerették volna. Na, itt az a helyzet, hogy én azt hiszem, az én véleményem, hogy ez nem lesz 5 perces feladat, és lesznek hibák. De egyet kell érteni, hogy az, ami volt, már nem lesz soha. És van arra garancia, hogy az, aki az ország élére kerül, az úgy fogja irányítani, ahogy elképzelték a tüntetők? Igen, hát garancia nincs, csak elvárások vannak. Az a helyzet, hogy már nyíltabb lett a rendszer. Olyasmiről is olvastunk, hogy a forradalmi erők a rendvédelmi szervekkel együtt ellenőrzéseket végeznek. Igaz ez? Igaz. Ez hogy történik? Az Automajdán például a GAI-val, a közlekedési rendőrséggel együtt járunk. Mégis mi a feladat mai napra? Az, hogy ők ne vegyenek
el senkitől semmit. Tehát a korrupciót szeretnék magyarán megszüntetni? Igen. És a második az, nem lesz ez, nem nagyon fog tetszeni az embereknek ez, de ha van egy törvény, a törvényt be kell tartani. Parkolást ellenőrizték most. Mai nap például a buszokat ellenőrzik. Ott vannak az automajdánosok, a önvédelem, meg a právé szektor. Tehát megy a rendvédelmi egység munkatársa, és megy vele egy... Hát nem, egy többen vannak. Egy kicsoda? Megy az automajdántól, sokszor vannak autóval is. Igen. És vannak a právé szektortól néhány ember van. Uh-huh. Van néhány ember a Jobbik szektortól, Jobbik szektor, igen, az önvédelem. És végül is úgy történik az egész, hogy amikor a rendőrség megállít valakit, ezek az emberek ott vannak, filmezik ezt a helyzetet, és már hátra visszalépni nem tudnak. Hogy tűrik ezt a rendvédelmi szervek? A rendvédelmi szervekkel nem annyira van probléma. Probléma szokott lenni azzal, hogy az emberek nem egész értik ezt. Mert például a múlt héten két esetben megfogtunk, hanem észrevettünk embert, aki úgy ítéltük, hogy részegen vezet. Igen. Kihívtuk a közlekedési rendőrséget, és kiderült, hogy az embernek nincs se jogosítványa, és holt részeg volt. Értem. És az ügyészség, nem az ügyészség, ő egy a belbiztonságnak az egyik munkatársa. És most ezeket a helyzeteket ők már nem tudják elintézni sehogy. Tehát magyarán nem csak a rendőrség volt korrupt, hanem az emberek is már ehhez igazodtak. Úgy érti? Igen. Így értette ezt, ugye? Hát ez elég nehéz lesz, gondolom, hát, gondolom, hogy igen. Vannak éles helyzetek ilyenkor? Fenyegetések, igen. Illetve igen. Valami? Fenyegetések folyamatosan voltak, úgyhogy érteni kellett azt, hogy azért sokan, akik benne vannak a rendszerben, nekik nincs más lehetőségük. Igen. Ha nekik megmondták, hogy hívd fel az embert és fenyegest, akkor ők megtették ezt. Gondolom, hogy sokan, akik dolgoznak a rendvédelmi szervekbe, ők is szeretnék megváltoztatni ezt a helyzetet. Úgy gondolja? Sok emberrel beszélek, és nagyon készek arra, hogy változások legyenek. Szó volt korábban az átvilágításokról is, és hol tart most ez a folyamat, az érdekelne engem, illetve mi várható, kiket érint majd, kik végzik az átvilágításokat, mert ugye hát ehhez a témához is kapcsolódik, amiről most beszéltünk. Most létrejött egy ilyen átvilágítási bizottság, 12 emberből áll. Úgy próbálták összehozni, hogy ezek nem politikai párttagok legyenek ezek az emberek, na és tiszta morális, normális emberek legyenek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha így alapjába venni, akkor ki kéne rúgni mindenkit, de akkor az ország megáll. Igen. Úgyhogy valahogy úgy kéne csinálni, hogy azért az emberek, akik szakértők, azok maradjanak a saját helyükön. És az én véleményem az, hogy nem annyira az átvilágítás fontos, hanem fontos, hogy továbbiakban nyíltan történjenek a dolgok. Hogy az emberek lássák, hogy semmi nem történik úgy, ami, vagyis nem történik zárt körbe, ami a megbeszélések. Sok éves beidegződést, elnézést, hogy lehet majd megváltoztatni gyökeresen? Itt az a helyzet, hogy felnőtt már egy egészen más nemzedék. Ezek az emberek, jól mondta az egyik, Kolomoyszki mondta valamelyik nap, hogy bennük már nincs a 37-es gén. Igen. Ezek máshogy néznek a világra, ezek sok mindentől nem félnek, amitől mi féltünk még lehet, hogy. És most az a nemzedék, ami fel fog nőni egy 15-18 év múlva, ez egy abszolút tiszta, egész más nemzedék lesz. Az átvilágításokkal kapcsolatban még, tehát konkrétan tudna esetleg megnevezni mondjuk pozíciókat, hogy kiket fognak átvilágítani? Nincs még teljesen megítélve ez az egész. Vannak bizonyos gondolatok ebből kapcsolatosan. A vezetőket, főleg azok a vezetőket, akik... Akik szeretnének maradni esetleg a 12 után, akik komolyabb posztokat betöltöttek, igen, ezeket az embereket. De itt sincs arról szó, hogy ezek az emberek ne dolgozzanak. Lehet, hogy egy ideig nem engedni nekik dolgozni. Mert pont volt szó arról, hogy hogy lehetne a rendőrséget, mint grúzok csinálták. Igen, igen, ők egy nap kirúgtak mindenkit, igen, de az a helyzet, hogy másnap ott voltak a nemzetközi instruktorok, igen, akik tanították az új embereket, betanították. Igen. És nem volt ez a vákum,
amit létrejöhet, ha most mindenkit fogunk átvilágítani. Meg arról van szó, hogy sokszor nem lehet használni azokat a modelleket, amik voltak Európában, mert ott például volt a kommunista rendszer, és aztán szétomlott. Nekünk meg volt egy 23 éves helyzet, amiben nagyon megváltozott. Egy demokratikus, úgymond, hát rendszer. Igen, hát végül is demokratikus, mert mindenki azt csinálta, amit akart. Hát ez volt a neve, úgyhogy csak azért mondom. Igen. Az elmúlt napokban Kárpátalján ugye nagy aggodalmat keltett az, hogy több fiatal katonai behívót kapott, és mit kell erről tudni? Hiszen ugye az aggodalmat azt kelti, hogy a Krím-félszigeten még mindig nincs rend, és nem tudjuk, hogy mikor mondhatjuk el azt, hogy nyugalom van az országban. Mivel tudja megnyugtatni azokat a szülőket, feleségeket, nőket, akik izgulnak férjeikért, fiaikért, mert hogy behívják őket, és nem tudják, hogy mi lesz a jövőben a sorsuk? Hát itt nehéz most valahogy megnyugtatni az embereket, mert azért a helyzet olyan, hogy változik percenként, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Egyet tudok mondani, hogy nagyon sok ember, aki valamikor fegyvert nem akart kézbe venni, most készen áll menni és harcolni. Maga a nemzeti szellem nagyon erős lett. És én gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogyha az emberek szellemileg ennyire erősek, ezeket az embereket nem lehet megijeszteni és nem lehet legyőzni. De gyakorlatban mi történik? Azért mondjuk gyakorlatban mi történik? A katonaság most mindenkit nem mobilizál, hanem felhívja az embereket, pontosítja a lakcímüket. Volt arról szó, hogy lehet, hogy lesz valamilyen ilyen önvédelmi, nem is tanítás. Egység? Nem egység, önvédelmi egységek fognak létrejönni. De itt arról volt szó, hogy például behívják az embereket lőgyakorlatra, valami ilyesmire. Egyelőre nyílt a kérdés, mert nincs eldöntve, hogy lesz ez, vagy nem lesz. Mikor lesznek elégedettek azok a forradalmi erők, akik véghez vitték ezt az egészet? Hát, ha itt arról fogunk beszélni, hogy valaki valamikor meg lesz elégedve, akkor ott megállt a fejlődés. Nem lehet megelégedve lenni, mindig lesz mit csinálni. Az Európai Unióval való társulási egyezmény aláírása mit hozna? Hát sok mindent hozna, azért mert megnyílna az európai piac Ukrajnának, akkor egy csomó szabvány, az ukránoknak lenne lehetőségük sok mindent megváltoztatni. És én gondolom, hogy ezt úgy kell nézni, mint egy befektetést, nem mint egy problémát, ahogy ezt szokták bemutatni. Azért mert ha sokkal jobban fogunk tudni dolgozni, akkor csak nekünk lesz jobb ettől. Az embereket főleg a gazdasági fellendülés érdekli egy részt, egy nagyobb részt, én úgy gondolom. Mert hát azok is, akik kimentek az utcára, nem csak azért mentek, hogy megdöntsék a kormányt, hanem azért, hogy jobbá váljon az életük itt ebben az országban. Ez a gazdasági fellendülés körülbelül mikorra? Jó kérdés. Mikorra várható, hiszen most ugye elég nagy gondok vannak. Jó még kérdés, nehéz kérdés. Nem kell illúziókat csinálni, nagyon nehéz lesz most a helyzet, tényleg nehéz lesz. Mennyire fog elfajulni, nem tudom, de ha mindenki megteszi azt, ami tőle függ, akkor gyorsabban kijutunk ebből az egészből. Ugrin György, köszönöm, hogy eljött a stúdiómba. Köszönöm szépen, viszontlátásra. A Kárpátaljai Református Egyház kiemelt patrónusa díjjal tüntették ki Bacskai Józsefet, Magyarország ungvári főkonzulját. Bacskai a szolgálati ideje alatt folyamatosan jelen van a kárpátaljai magyar közösség kulturális, egyházi és társadalmi életének eseményein, segíti és szívén viseli a kárpátaljai magyarság sorsát. Az elmúlt évek alatt kapott elismeréseit mutatja Bacskai József. A főkonzul 2008-ban kezdte el diplomáciai küldetését Kárpátalján. Azóta sokat foglalkozott a helyi civil szervezetek, oktatási intézmények problémáival. Tolmácsolta azok gondjait a magyar kormány felé. A főkonzulátusra éves szinten több mint 100 000 ember látogat el. Ezek közül az emberek közül nagyon sokkal van alkalmam a mindennapokban is beszélgetni, vagy eljutni különböző településekre, különböző programok keretében. Ilyenkor nem csak hivatalos ügyekről, hanem egyszerű emberi ügyekről is beszélgetünk. Meg kell hallani az itt élőknek a gondját, baját,
és ha ezt a diplomáciai munkám keresztül tudom továbbítani az illetékesek felé, és onnan kedvező választ kapok, akkor valójában tudunk is segítséget nyújtani, illetve segítő jobbot is nyújtani a másiknak. Szeretném itt kiemelni, mikor árvíz volt Kárpátalján, akkor a magyarság egyként fogott össze az anyuországban és segített, de mikor tavaly volt az évszázad vagy az évezred árvíze Magyarországon, akkor Kárpátaljáról önkéntesek mentek Dercemből Magyarországra. És mindazt a segítséget, amit az elmúlt években a magyar kormány nyújtott, ők igyekeztek valamilyen módon visszaadni, visszapótolni, és bizony-bizony nagyon komoly munkát, amit állami elismeréssel is illettek, végeztek Magyarországon. Én ebben látom a mi szerepünket. Ha tudunk, egymásnak segítsünk, ha tudunk, egymást gyarapítsuk, gazdagítsuk, és ha nincsen más módunk, csak ezt megtenni a mindennapokban, akkor a diplomáciai munkánknak volt eredménye. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy nem az én szerepem itt a fontos, hanem annak a közösségnek, aminek én is tagja vagyok. Magyarországról kormánytisztviselőként küldtek ide ki, diplomataként. A munkámat elvégzem mindennapokban, ha kell reggeltől estig, és ebben a kollégáim, illetve magyarországi vezetőink, társaink segítenek. Az elismerés nekik szól. A főkonzul közreműködésével több ízben érkeztek adományok Kárpátalja magyar iskoláiba, óvodáiba. Nagy szerepet vállalt a keleti partnerségi program előkészítésében, amelynek révén kárpátaljai magyar oktatási intézményeket sikerült felújítani. 56 oktatási, szociális intézményben változott meg az emberek életminősége. A gyerekek meleg óvodában, óvodai termekben, iskolai tantermekben tanulhatnak. Bizonyos orvosi létesítményekben olyan eszközöket jutottunk el, amelyekkel a gyógyításnak a folyamatát segítik az orvosok, akik nagyszerűek itt is. Beszélhetnénk más programokról is. Mindig az volt a cél, hogy az emberek életminősége javuljon, és ennek megfelelően a szülőföldön maradásnak az elősegítésében tevőlegesen közreműködjünk. Ami a más falvakban a munkát illeti, szeretném itt kiemelni a Volóci járásban azokat a fejlesztéseket, amit szintén végrehajtottunk, Verbiás községben, vagy magában Volócon is, amelyek szintén kiemelkedő példái a jószomszédi kapcsolatoknak, a testvéri együttmunkálkodásnak az ukrán vezetőkkel, illetve egyszerű emberekkel. Az egyszerű emberek sokkal fontosabbak, mint a vezetők. Ha kapcsolatokat sikerül kiépíteni egymással, akkor jobban megismerik egymást, úgy a magyarok, mint az ukránok, és rá fognak jönni, hogy nem is olyan távoli ez a kapcsolat, hiszen ha megnézzük a két konyhát, itt Kárpátalján szinte azt lehet mondani, hogy egyben őt mindannyian ismerik egymásnak az ételeit, egymásnak a szokásait, ünnepeit. Én nagyon szeretném kiemelni Ajak és Verbiás településeknek az együttműködését, amit egy másik magyar falu hozott össze, Csaszlóc község. Tehát itt valósul meg az, hogy hogyan lehet határon keresztül, határok felett nemzeti egyesítést elvégezni, hogyan lehet jó szomszédi kapcsolatokat kialakítani. Kárpátalja a magyarországiak számára nagyon sokáig fehér foltnak számított. Kevés ismerettel rendelkeztek az anyaországban élők nemzettársaikról, a kárpátaljai magyarokról. Pedig a közös múlt, a kultúra összeköt még akkor is, ha évtizedekig vasfüggöny választott el magyart magyartól. Az úgynevezett schengeni vaspüggönnyel kapcsolatos valamikori rettegés mára megszűnt. Gyakorlatilag nagyon jól működik a határon átnyúló kis határforgalmi engedélyek rendszere. Tavaly több mint 20 ezer ilyen engedélyt adtunk ki, azt megelőzően 22 ezeret, és ez egy 5 éve, sőt most már 6 éve sikeresen működő program. Több mint 50 ezer vízumot adtunk ki az elmúlt esztendőben, azt megelőzően szintén. Ma már több éves vízumokat adunk ki. Tehát aki utazni vágyik, szeretne üzleti, rokoni kapcsolatokat ápolni Magyarországgal, ezek a lehetőségek megvannak. Tehát ma arról beszélni, hogy a kárpátaljai lakosság el van zárva az anyaországiaktól, vagy az anyaországiak az itteniektől, ezt nehezen lehet ma ezt elmondani. Nagyon fontosnak tartom, hogy egymást jobban megismerték az itteni emberek, és ma pozitív példákat veszünk át egymástól. Igen, van mit tanulni hazafiságban az itteni emberektől.
az itteni embereknek pedig bizonyos technológiákat kell megtanulni ahhoz, hogy például a mezőgazdaságban vagy az iparban jobban tudjanak érvényesülni. Van egy potenciális előnyük. Az itt élők valójában egy hidat képeznek a nagy Ukrajna, a nagy területű Ukrajna, nagy területű és fejlett, viszonylag fejlett gazdaság és Magyarország között. A főkonzul munkája során arra is nagy figyelmet fordít, hogy több magyarországi művész is eljusson Kárpátaljára. Hát a főkonzul nem egyedül végzi a munkáját. Vannak közvetlen munkatársaim, illetve Magyarországon nagyon-nagyon sokan gondolnak pozitívan a Kárpátaljára, és segítik az itteni munkánkat. Tehát én elsősorban az ő munkájukat szeretném megköszönni, akik Magyarországból támogatták a tevékenységüket. Minden egyes gondolatunkat, javaslatunkat mérlegeltek, és ha elfogadták, akkor valójában ezek a programok megvalósultak. Nekünk maradt a munka, de az érdem valójában a magyarországi adófizetőké, akik ezeket a programokat támogatták. Ennek keretében valóban itt járt a Honvéd Együttes, itt járt az Állami Népi Együttes, a Magyar Filharmonikus Zenekar, sok-sok művész, nem beszélve az Operettszínházról, akik egy évvel ezelőtt járták ezt a vidéket, és megismerhették nem csak Ungvárt, Beregszázt, hanem megismerhették Nyugat-Ukrajnát is, és Nyugat-Ukrajnában óriási sikert arattak, a magyar kultúra jó hírét vitték. Ma ott tartunk, hogy Magyarország több vonatkozásban felkerült Nyugat-Ukrajna térképére, a magyar emberekre, Magyarországra az itt élők pozitívan gondolnak. Ez pedig már az idén alapított Kárpátaljai Református Egyház kiemelt patrónusa díját adó ünnepsége. A beregszászi református templomban az elismerést elsőnek Bacskai József főkonzul kapta, aki közbenjárásával sokat tett azért, hogy Magyarország 140 millió forinttal támogatta a nagyberegi református líceum kollégiumának építését. Az elmúlt esztendőben az én számomra, de az egész közösségünk számára egy nagyon nagy siker volt az, hogy a beregi református líceum építése újra erőre kapott, újra szelet kaptunk a vitorlánkba, és amikor úgy összeraktuk a kis kockákat, akkor elénk tárult Bacskai József főkonzul úr személye, aki ebben az ügyben nagyon-nagyon sokat tett. A díj valójában neki ítéltetett oda azért, mert a református közösségünkért, a kárpátai magyarságért széles területen nagyon sokat tett ő, és úgy gondoltuk, hogy nem csak elfogadni kell a dolgokat, hanem meg is kell köszönnünk. A főkonzul számára az elismerés igazi ösztönző erő és biztatás arra, hogy jókor, jó helyen és jót tesz magyar nemzettársai megmaradásáért, szülőföldön való boldogulásáért. Ukrajnában több mint 1 millió embernél diagnosztizáltak különböző pszichiátriai betegséget az ország legnyugatibb megyéjében, Kárpátalján, 30 ezer lakosnál. A legtöbb beteget csak megfigyelés alatt tartják, ám jócskán akadnak olyanok is, akiket több hónapig kezelnek a pszichiátriai intézetben. A legnagyobb gondot néha nem is a betegség jelenti, hanem az újrabeilleszkedés. Nap mint nap váltják egymást a betegek a Kárpátaljai megyei pszichiátriai kórházban. Sok a visszaeső páciens, akiknél pár hét múlva újra jelentkeznek a problémák. Átlagban olyan 250-350 beteg közt szoktunk egy év alatt ellátni. Szóval hát ezek többnyire pszichiátriai betegek, de viszont vannak narkológiai jellegű betegek is. Az alkohol problémákkal küzdőek, ezek meg többnyire a fehérlázasok és az alkoholepilepsziások. Sajnos az ilyen szenvedélybetegségek ezek többnyire visszaesőek, a pszichiátriai elmebetegek viszont szintén kezelhetőek, de nem meggyógyíthatóak. A beregszászi pszichiátrián fekvő betegellátásra 5000 ágy van fenntartva. A megyében ezen kívül a járási központokban átlagosan 20 páciens tudnak éjjel-nappal gondozni. A megyei elmegyógyintézet több osztálya egy a nagyvilágtól félre eső területen található.
Bár az odavezető út és környék elég bizarr, a kapun túl még ebben a télies szürkeségben is kedves hely tárul elénk, melyből árad a béke és a nyugalom, hisz a gyógyuláshoz elengedhetetlen a lelki megnyugvás és a biztonságérzet. A betegek ebben az intézményben már a kezelés második napján javulást éreznek, de arcukat nem vállalják. Sok mindent kipróbáltam, nem tudok aludni, ideges vagyok, feszült vagyok, már a Beregszázba is próbálkoztam pszichiáternél, ő küldött ide. Erős altatókat szedtem, azok se segítettek. Most negyedik napja vagyok itten, de javulást érzek, tapasztalom. Már az éjszaka is jobban aludtam. Az intézetben a szovjet szabályokat elhagyva a férfiak és nők már közös társalgókban ütik el a napot. Beszélgetnek, tévéznek, de aki akar, a szobájában pihenget. A nappali barátságos, tele van virágokkal és a falakat rajzok, festmények díszítik. Mindet kivétel nélkül a páciensek készítették, a művészetterápián. Többféle kézi munka, színes és fekete-fehér rajz, festmény, karácsonyi és húsvéti dísz, a kezelés alatt álló betegek alkotásai. Ez a terápia a legfelkapottabb az intézetben. Itt kortól és nemtől függetlenül mindenki kikapcsolhatja a külvilág gondjait a képzőművészet segítségével. Ezen a több mint 30 hektáros területen külön épületben van az étkezde, a terápiák foglalkozási helységei, valamint a felnőttek és gyerekek szobái. Azoknak a szülőknek, akik kiskorú csemetéikkel szeretnének maradni a kezelés ideje alatt, a kórház külön szobát biztosít. Jelenleg épp az ebéd utáni csendes pihenő ideje van. A kárpátaljai pszichiátriai nyilvántartás körülbelül 33 ezer pácienst jegyez. Közülük 3 ezer gyerek, a legfiatalabb még nincs 4 éves. A mi osztályunkon 30 kiskorút tudunk ellátni, állandó jelleggel teltházban. A megyében összesen 56 képzett pszichiáter dolgozik, fele-fele arányban ambuláns és fekvőágyas betegeket látnak el. A főorvostól azt is megtudtuk, hogy több munkatársuk Szlovákiában és Magyarországon próbált szerencsét az elmúlt években. Folyamatosan tartják a kapcsolatot, bár eddig a szomszédos országok beli kollégákkal az együttműködés nem volt általánosan jellemző. 2013 nyarától egy határon átnyúló együttműködés keretein belül magyarországi, romániai és ukrajnai pszichiáterek dolgoznak együtt. Az EU által 300 ezer euróval finanszírozott projekt fő célja egy olyan közös program kidolgozása, mely katasztrófa és krízis helyzetek megelőzésére, valamint kezelésére szolgál. Mivel a három ország működése rendszerszerűen hasonló, bár vannak jelentős különbségek, két alapot nagyon jól ki lehet használni. Az egyik a szakmai alap. A másik alap azt gondolom, hogy egyfajta kulturális alap a határon átnyúló együttműködés ellenére. Ugye nekünk mindannyiunknak, mind a három országban ugye jogosan kell adott esetben egy árvízveszélyre készülni. Meg is élte már a szereplők egy része ezt élő helyzetben. Azt szeretnénk, hogy mindannyian egyformán felkészültek legyenek egy következő ilyen esetben arra, hogy segíteni tudjuk a katasztrófál elhárítás folyamatát a mi tudásunkkal. A szakemberek szerint bizonyos katasztrófa helyzetekben nagyobb szükség van a pszichológus vagy a pszichiáter segítségére, mint a katasztrófa elhárításra. Ukrajnában viszont ők a páciensekkel már csak a kórházban találkoznak. A rövid vagy gyors lefolyású gyógyulás után pedig a szerető családtagokon kívül senki és semmi nem biztosítja a páciens újra beilleszkedését a társadalomba. Járóbetegellátású szociális központok ugyanis még nem nyíltak Ukrajnában, pedig már világszerte megvalósították, s ezekben az intézetekben az emberek beszélgethetnek egymással és aktív közösségi életmódot folytathatnak. Kedves nézőink, Önök a Tisza Televízió magyar nyelvű magazin műsorát látták Ungváról, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb szerdán jelentkezünk Nézőpont című adásunkkal, látóhatárral pedig egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra!